A Miskolci Egyetem új kutatóközpontja kaphat helyet. Eladta a város az egykori fűtőműépületét. Nő a minimálbér, emelkedik a nyugdíj. Változások, amelyek január 1-én léptek életbe. Évnyitó siker. Elvesztett első félidő után DVTK győzelem a kosárlabda bajnoki. Jó estét kívánok! Önök a Miskolc Televízió híradóját látják. 780 millió forintért adta el a város az egykori fűtőműépületét. A hosszú ideje üresen álló ingatlan állapota folyamatosan romlott, és az állagmegóvás is jelentős forrásokat vont el a várostól. Információink szerint az egyetemváros területén lévő épületet az állam vásárolta meg, és a kampuszt fenntartó Universitas Miskolcinensis alapítványnak adja át. Verespál polgármester elmondta, az ingatlanért kapott összegre nagy szükség van, hiszen a költségvetésben több mint 5 milliárd forint hiánnyal kell számolni a Miskolcnak 2022-ben. 2010-ben Közép-Európa egyik különleges tudományos művészeti központját tervezték megvalósítani az egykori egyetemvárosi fűtőmű épületében. Egy évvel később befejeződtek a bontási munkák, és a Science Museum kialakítása látványos szakaszához érkezett. A tervek szerint az épületet egyebek mellett az energetikát, a földtudományokat, a vegyészetet, a nanotechnológiát, az anyagtudományt, a gépészetet, az elektronikát és az informatikát bemutató tartalommal töltötték volna meg. Az átadást a következő évre tervezték, de az akkori önkormányzati választások után másképp alakult a helyzet. Új városvezetés lett, és újabb átadási időpontokat jelentettek be. 2015-ben Kriza Ákos polgármester kimondta a döntést, hogy Miskolc eláll a fűtőmű Science projekttől. Ez azonban azzal is járt, hogy az elnyert támogatást, a több mint 1 milliárd forintot a városnak vissza kellett fizetnie. Ezt részletekben az önkormányzat már visszafizette. Ám azóta sem tudták hasznosítani az épületet. A Miskolci önkormányzat közleményében tudatta, a város eladta az egyetemvárosi egykori fűtőmű épületét. A vevő a magyar állam. Információink szerint a Miskolci Egyetemet fenntartó Universitas Miskolcinensis alapítványnak adja át az ingatlant. A 2021 utolsó napjaiban kiadott közleményből azt is megtudtuk, hogy az adásvételt hosszas tárgyalások előzték meg. A városvezetés célja ugyanis az volt, hogy minél előbb rendezze az épület sorsát, az ingatlan állapota ne romoljon tovább, ne rontsa az egyetemvárosi látképet, és mielőbb új funkciót találjanak az épületnek. A város az ingatlanért 780 millió forintot kapott. Erre az összegre nagy szükségünk van, hiszen tervezzük az idei költségvetésünket, és jól látjuk, hogy a kormányzati intézkedések hatására, illetve a energetikai áremelések következtében a város költségvetésében több mint 5 milliárd forint többletforrásra van szükség. Úgyhogy ez a 780 millió forint is nagyon szükséges a likvid helyzetünk fenntartása érdekében. A tervek szerint a kampusz egy új kutatóközpontja kap helyet az ingatlanon. Nő a minimálbér összege, számos ágazatban emelkednek a fizetések, SZIA mentességet kapnak a 25 éven aluliak, és több magyarországi autópálya szakasz díjkötelessé válik. Csak néhány változás, amely január 1-én lépett életbe. Mutatjuk a legfontosabbakat. 2022. január 1-től némi kép módosul az élet. Az év első napjával több jogszabálymódosítás lépett életbe. Fontos változás, hogy 200 ezer forintra emelkedik a minimálbér, és 260 ezer forintra nő a garantált bérminimum. Ezen kívül számos állami fenntartás alá tartozó ágazatban emelkednek a fizetések. Főleg az egészségügyben, a szociális és kulturális szférában dolgozók számíthatnak béremelésre. A fiataloknak érdemes lesz minél hamarabb munkába állni, ugyanis az átlagbér mértékéig a 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó mentességet kapnak. A nyugdíjak 3 helyett 5%-kal emelkednek januártól. Fontos változás lehet később, hogy a tervek szerint februárban a teljes 13. havi nyugdíjat kifizetik a jogosultaknak. Január 1-től 4,9%-kal emelkedtek az autópálya matricák díjai, és újabb útszakaszok váltak fizetőssé. Így például az M30-as autópálya Miskolc-Észak és Tornyos-Németi közötti szakasza.
Fontos azonban, hogy az autópálya Miskolcot elkerülő szakasza továbbra is díjmentes marad. Változás, hogy minden házi orvosnak kötelező legalább egy oltó hétvégét vállalnia, aki ezt elmulasztja, 30 ezertől 5 millió forintig terjedő egészségügyi bírságot kaphat. A házi orvosoknak január 1-től online vagy telefonos elérhetőséget kell biztosítaniuk a pácienseik számára. Év elejétől változott az állatvédelmi törvény is. Súlyosabban büntetik majd sok más mellett az állatok megmérgezését, szigorúbban lépnek fel a szaporítók és az állatviadalok szervezői és résztvevői ellen is. A mentőket 32-szer, a tűzoltókat pedig 14 esetben riasztották szilveszter éjjel, a rendőrök pedig egy rablással kapcsolatban intézkedtek. Ugyan mindegyik szervezetnek volt feladata, de a járvány előtti évekhez képest nyugodtabban telt az év utolsó napja. A rablók hamar kézre kerültek, súlyos baleset vagy sérülés pedig nem történt. A koronavírus előtti évekhez képest békésen telt az év utolsó napja. A miskolci mentőkhöz összesen 32 hívás érkezett, főleg éjfél után. Többségében alkoholos befolyásoltság, illetve az ehhez kapcsolódó társsérülések miatt láttunk el betegeket. Hál' Istennek rendkívüli esemény nem történt, halálos közúti baleset sem történt, kisebb koccanások előfordultak, kisebb személysérülésekkel járó balesetek, de nagy sérülés nem történt. A tűzoltóknak is nyugodt éjszakájuk volt. Dojcsák Dávid, a megyei katasztrófavédelem szóvivője elmondta, összesen 14 alkalommal riasztották a hivatásos tűzoltókat, de ezek közül csak 4 alkalommal kellett ténylegesen beavatkozniuk. Az egyik legjelentősebb esemény Miskolc külterületén következett be, 31-én délután, a Jukóvölgy dűlőn, ahol egy lakóház szobájában berendezési tárgyak égtek. A megyeszéke hivatásos tűzoltói két járművel vonultak az érintett ingatlanhoz, hogy eloltották a tüzet és átvizsgálták a házat. Az eset során nem történt sérülés. A rendőröknek sem kellett sok esetben intézkedniük, egy rablás történt a belvárosban. A Centrum áruház előtt erőszakkal elvette egy fiatalember telefonját, illetve a telefont a fiatalember önszántából adta oda ennek a társaságnak az egyik tagjának, azonban verekedésre hívták fel, hogy csak verekedéssel és az ő győzelme esetén kaphatja vissza a telefon. A baráti társaságból még egy másik férfi is a sértett ellen fordult, így kettőjükkel szemben alul maradt és nem tudta visszakapni telefonját, bántalmazták őt, és elmenekültek a helyszínről. Szabó Csilla hozzátette, a bejelentést követő 10 percen belül az egyik elkövetőt elfogták, akinél előkerült az ellopott mobiltelefon is. Másnap pedig sikerült a másik elkövetőt is elfogni. Mind a két gyanúsítottat őrizetbe vette a rendőrség, és kezdeményezték letartóztatásukat. Úthiba miatt változott a 34-es autóbusz és a villamospótló autóbuszok közlekedése. A 34-es buszok a Bodótető felé nem érintik a Dajka Gábor utca megállóhelyet. A Kishunyad utcában ugyanis akkora kátyú keletkezett, hogy a szakemberek szerint indokolt a járművek terelő útvonalon való közlekedése. Így a 34-es busz a Szemerekert megállóhely után a Dózsa-György utca, Vologda utca útvonalon közlekedik. A villamospótló autóbuszok esetében a megállóhelyek változatlanok, csak az útvonaluk változik. A Kishunyad utca helyett a Dózsa-György és a Vologda utcán keresztül közlekednek. Kollégáim a Kishunyad utcán olyan mértékűnek találták ezt az úthibát, hogy tanácsosnak láttuk elkerülni, hogy az autóbuszok így terelő útvonalon közlekednek, a Dózsa-György utcáról a Vologda megálló helyet fogják érinteni, tehát a Kishunyad utca autóbusz megálló hely kimarad a 34-es autóbuszjárat útvonalából, mindezt addig, amíg az útburkolaton olyan helyreállítás nem történik, amely majd lehetővé teszi a további közlekedést. A hiba elhárítást hamarosan elkezdik a szakemberek. A Mivíz közleménye szerint a Kishunyad utcában január 5-től előreláthatólag január 8-áig végeznek útfelbontással járó helyreállítási munkálatokat. Ez idő alatt az érintett útszakaszt teljesen lezárják, a forgalmat a párhuzamos utcába terelik át, áll a Mivíz közleményében. Idén az összes Intercity Plus kocsit forgalomba állítja a MÁV. A 35 megrendelt első és prémium osztályú szerelvényből 10 már most is közlekedik.
a modern vagonok a Záhony-Nyíregyháza-Budapest, valamint a Sátoraljaújhely-Miskolc-Budapest vonalak több Intercity járatában és a Kör IC vonalán közlekednek, de idén Nyugat-Magyarországra is szállítanak majd utasokat. A korszerű szerelvényeket Szolnokon készítik, a járműállomány fejlesztése pedig folyamatos. A MÁV Start IC Plus programjában elsőként 2019. júliusában 20 darab másodosztályú IC Plus kocsi készült el. Az idén forgalomba álló első és prémium osztályú kocsikat pedig tavaly szeptemberben mutatták be. Miskolcon látta meg a napvilágot az ország első újszülöttje. Szelim évfél után 4 perccel természetes úton született a Borsodabaúj-Zemplén megyei központi kórházban. Az édesanyjának ő a 4. gyermeke. A kisfiú több mint 4 kilóval és 55 cm-rel jött világra. Gyors szülés volt, 0 óra 1 perckor került felvételre, úgyhogy pár perc múlva megszületett Szelim. Zavartalan, eseménytelen szülés volt. Az év második napján megtartották 2022 első régiség vásárát. A ködös borongós időjárás ugyan nem kedvezett a rendezvénynek, de ennek ellenére is rengetegen sétálgattak a főutcán régi kincsek után kutatva. Díszek, vázák, tányérok, bakelitlemezek, plüssállatok, retró használati eszközök találtak gazdára. Emellett megtekinthető volt a karácsonyi időszakban nagy népszerűségnek örvendő adventi villamos is, amely idén ismét Európa legszebbje lehet. Egy cseh weboldal idén is meghirdette az adventi villamosok nemzetközi versenyét. A szavazás vasárnap lezárult, az eredmény pedig kedden derül ki. A 12 ponttal elvesztett első félidő után 19 ponttal megnyert második játékrész. Az új esztendő második napján így kezdte bajnoki szereplését a kosárlabda bajnokságban a Peac ellen a DVTK. Völgyi Péter együttese nem találta a ritmust és a jó megoldásokat a bajnoki első felében, de a szünet után óriási változás állt be a piros-fehérek játékában, akik végül 75-68-ra győzni tudtak. Ezzel a Peac kosárral kezdődött a pontgyártás az új év első bajnokián a DVTK arénában, és a folytatásban is több sikeres vendégmegmozdulás történt. Ennek köszönhetően a fehérmezes Diógyőr csak üldözte ellenfelét a találkozó első felében. Mindez pedig a jó vendégprodukció mellett a hazai együttes kisé ötlettelen, pontatlan játékára vezethető vissza. A DVTK 24, a Peac 36 pontig jutott a nagy szünethez érve. Egészen hihetetlen változást hozott aztán a folytatás, nem túlzás, mintha egy újjászülető házigazda érkezett volna vissza a második félidőre. Keményebb fokozatra kapcsolt a házigazda védekezése, emellé jött még, hogy 4 percen át nem dobtak pontot a fekete mezesek, míg a DVTK egy 11-0-ás futással rukkolt elő. Így pedig döntetlen 50-50-es állással kezdődhetett el a záró 10 perc. Hatalmas küzdelem jellemezte ekkor a mérkőzést, és a legjobbkor indította be a pontgyártást a végül kipontozódó Sheridan Green is. Az angol válogatott végül 16 ponttal zárt, és bár a találkozót lezáró Dudasova neve mellett végül 21 pont szerepelt, de a jobb második félidőt produkáló DVTK végül megérdemelten 75-68-ra legyőzte az évnyitón a Peac csapatát. A vízválasztó az volt, hogy a harmadik negyedet elkezdtük körülményesen, megint ritmustalanul, hosszan játszottunk, kikényszerített dobásaink voltak, és magunkra hoztuk 3 perc alatt a Diósgyőrt, ezt nem szabad megengedni, főleg nem idegenben. A DVTK vezetőedzője elmondta, tartott a találkozótól, hiszen régen játszotta le legutóbbi mérkőzését a csapat. Lezártuk a játékunkon az első fél időben, és egy nagy problémánk volt, hogy a szabad labdákért nem harcoltunk úgy, ahogy kellett volna. Ezen a második félidőben tudtunk változtatni, meglettek azok a könnyű kosarak, amik átbillentettek bennünket támadásban a holtjáratokon, és ennek köszönhetően csapatként sikerült megfordítani ezt a mai mérkőzést. A nagyon fontos évnyitó győzelem után szerdán újra hazai pályán szerepel majd a DVTK, az ellenfél a 18 óra 30 perckor kezdődő bajnokin Cegléd együttese lesz. Szerdáig még borult esős idő várható, csütörtöktől fokozatosan csökken a hőmérséklet. Részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Friss hírekkel kedden is várjuk Önöket. Videóinkat a minap.hu-n és a Minap YouTube csatornáján újra nézhetik, de kövessék Facebook, valamint Instagram oldalunkat is. Maradjanak velünk a továbbiakban is, hamarosan kezdődik a Highlights.
Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!